de nem tudok mozogni. Ne rossz irányba! Ó, nagyon szép, bukorba. Gyönyörű! Okay. Ne, okay. Megöltem! Sziasztok srácok, lányok! Itt Zsomác, köszöntök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban, és a mai napon egy különleges vendégem van, akit rég láthatatok Brawl Stars-ozni, és a csatornán még egyáltalán nem találkoztatok vele. Ő nem lenne más, mint... Én! Sziasztok srácok, itt Gergő! Na! Brawl Stars. Igen, igen. Brawl Stars-ozni fogunk. Gergő nagy profi ebben, ezt ugye mindenki tudja. Minden nap nyomja fel a videókat. Mikor volt utoljára? Rég. Elég rég, nem? Nagyon rég. Nagyon rég, és megmondom őszintén, az a baj, hogy annyira ostoroznak engem, hogy béna vagyok, hogy egyszer már fel sem merek, tehát nem is merek felvenni videót. Szóljál, úgyhogy... Gergő, szóljál, jó. Én nagyon szívesen segítek egyébként, de nekem, mint láthatjátok, sikerült rávennem Gergőt, hogy Brawl Stars-ozunk egyet, aztán... Az egyetlen. Most már csak ostorozni kell őt, hogy a csatornáján is Brawl Stars-ozzon. Egyszer majd biztos eljön az is. Na de! Nem csak simán játszani fogunk, hanem azt találtam ki, hogy egy ilyen nem büntetésekkel kell, hanem ilyen, hát lehetetlen challenge-nek hívta a készítője, és nem én találtam ki ezt. Az a lényeg, hogy minden egyes karakterhez van egy challenge, ugye Gergőnek hány brawlered van? 18? 19? Olyan sok? Sok? 18. 18. Igen, tehát hogy Gergőnek mind a 18 brawlerére külön challenge-ek, mert nekem a mind a 49-re, ami megvan, és mind a kettőnek pörgetünk külön egyet, és úgy fogunk dual showdown-ozni, hogy ezeket a challenge-eket meg kell csinálni, és Gergő, ezt neked még nem mondtam, úgy van, hogy van egy challenge, ha elrontod esetleg, akkor ki kell menned, és meg kell ölned magadat a füstbe, és az a lényeg, hogy akkor... Tehát, hogyha mondjuk van egy challenge, mit tudom én, hogy nem mehetsz bokorba, és belemész a bokorba, akkor nyilván elrontottad, és akkor öngyilkosnak kell lenned, és akkor majd újraéledsz. De vagy ugye a játékba? Igen. Ja, jó. Igen, ki kell menned a füstbe, a bokorba, mondom, tessék, mi? Vagy mi az Isten, hogy ha belemegyek a bokorba, akkor ki kell mennem a füstbe is megölni magam? Nem. Van ez, ami rituálé? A Brawl Stars-ban, a Brawl Stars-ban. Jó, okay. Jó, ezt nem tisztáztam, jó. Igen. Szóval, hogy ezért, hogyha nem sikerül, majd mondom neked, meg igyekszem emlékezteti téged, hogy mi a challenge, mert nyilván neked koncentrálni kell a játékra. Nyilván nekem is, de azért én otthonosabb vagyok ebben a környezetben. Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy nem lett volna elég, hogy én ugye hónapok óta nem nagyon játszottam, meg alapból se tudom, hogy egy simát, egy játszunk, egy közöset nevetünk, mondasz nekem valami tippet. Trükköt mutatsz? Nem, egy challenger szín, persze, egyetlen. Ne unatkozzunk, én azt gondoltam. Már izzadok, pedig... Na jó, mindegy. Kezdtük. Igen. Na, akkor készítem a kereket, legyen az, hogy neked pörgetünk jó. Először. Oké. Okay. Gergő nem látja még a challenge-eket, nekem itt van előttem, itt van az összes brawlerje. Nem tudom fejből egyébként, tehát hogy... mindegy, pörgessük, nézzük meg, hogy pörgess. Mi lesz. Nézzük meg, melyik karakter, meg ugye mit kell vele csinálnod. Na, Mortiszt pörgettünk, és igen. Ez az egyik legnehezebb, csak szólok. Ah! Csak támadással mozoghatsz, tehát a bal joystickodat nem használhatod, csak a dash-sel tudsz mozogni, és igen, és dobozokat tudsz szedni, és van egy másik gadget, gadgeted nem, gondolom nincsen. Segíts, melyik brawler? A zöld, a Mortis, az ásós. Látom, oké. Okay. Szóval ezzel felfrissítem a Brawl Stars tudásodat, úgy tudsz mozogni, hogy így előre dash-el tulajdonképpen, és nem használtad a mozgást, hanem csak így dash-el mozoghatsz. Gadgetem nincs. Jó, akkor ez a lényeg, hogy így tudsz csak mozogni. Akkor neked ez lesz, most én jövök. Oké. Na nézzük, úristen, mennyi van nekem. Alig látszik, hogy mi van odaérve az enyém, mert 49 karakterem van. Jaj, menőzik neked, figyelj. Na, én Primót kaptam. El Primo! Igen, csak a meteoros gadgettel ölhetek, és nem szupereszetek. A meteoros gadget az annyit tud, ezt most neked mondom, Gergő, meg gondolom, igen, a néző tudja, hogy az égből lehív egy meteort konkrétan, és ezret sebez. De hát, hogy ezzel ölhetek csak, és ebből három van egy meccs alatt. Úgyhogy ez így érdekes lesz, én azt mondom. Ne feledd, nem használtad a bal joystickot. Várj, akkor a bal kezemet le is, mondjuk itt kényelmetlen fogni a telefon, de jó, oké. Tehát csak dash-sel mozoghatsz, na várjunk, én szedhetek. Nem használtok szupert, jó, tehát szedhetek én boxokat, azt te is szedhetsz. Majd én összeszedem. Tehát mindent csinálhatok, csak... Nem mozoghatsz az úr. Ah, úristen! Jó, én meg nem ölhetek, tehát ölni amúgy neked kell,
és gyere, gyere, úgy, aha. Azt az eget. Úgy, jó, és van. Meg kell várni. Nem várjál, lassan, ne várjál, hát amikor elfogy a izé. Hát akkor meg kell várni, kufla. Igen. Jó. Okay. És akkor nyerünk, ha a top 2-be leszünk. Jó? Hát ez, jó. Olyan, már jönnek, ne, jönnek, ne vigyázz, vigyázz! Á, de várj, de nem tudok mozogni, hát figyelj! Ez így nem fog menni! Meg lesz az Gergő, várj, lehozom! Várj, még nekem 9 másodperc. Igen, 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 én futok. De nem csinálod semmit, hallod, mennyire bolondnak néztetek? Hülye itt van, a Sasa tudja, mit csinál. Én ölni nem ölhetek, csak a meteorral, ami ezredsebez és 3 másodperces dílejem van. Az a baj, hogy én mire oda megyek hozzá... Igen. Nézzék, levegy akar... ez figyelj, jó. Ez ilyen bujkálós lesz, azt hiszem. Azt érzem. Jó, van. Új, na én megyek lehet? Innen, megyek innen. Ja, jó, itt van, oké. Itt van valaki. Oké, okay, meteor, ne rossz ember, nem szuper eszletek, jaj, ne. Én meghalok. Az a baj, rá, várjál. Ne! Én is meghaltam. De várjál. Áj, harmadikok lettünk. Öcsém! Mi volt ez? Mi volt ez? Ez nem jó. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Szerintem pörgessünk újat, mert ez így kezdésnek neked ez kicsit lehet, hogy túl sok. De mit tudtam volna csinálni? Nem is tudtam volna semmit? Tehát, nem hát pont az a lényege, hogy teljesen hogy semmit. Oké. Oké. Okay. Kedves. Valami jobbat pörgess már nekem zsamat. Na pörgetek, bocsánat. Egyből a legnehezebbet kaptad. Igen. Na. Persze nem is pörgette, csak kiválasztottad. Ne, tényleg pörgettem. Bullal kell jönnöd, és jó. Az a challenge-et, hogy csak akkor támadhatsz, ha bokorban vagy. Tehát, hogyha bokorban vagy, akkor támadhatsz. Be kell csalogatnom az embereket a bokorba. Így van, így van. Hát vagy kempelsz a bokorban, és nem szuper eszhetsz, és gadgetet se használhatsz. Ez a lényeg. De várjál. A bull itt van. Gadgetem úgy sincs, úgyhogy... Jó, akkor nem szuper eszhetsz, az a lényeg. Tehát nem szuper eszhetek, de mozoghatok, viszont... Mozoghatsz. Viszont csak akkor támadhatsz, ha bokorban vagy. Jó. Én is pörgetek egy újat, csak hogy legyen valami friss challenge nekünk. Nem lenne elég easy csak ne, úgy játszani. Nem. Oké, és az enyém egész egyszerű, annyi, hogy egyből el kell használnom a szuperemet, megszel, és nem támadhatok, ha szuper ezek. Jó. Ez nem annyira vészes. Te meg a könnyűeket kapok. Én könnyűeket kapok. Mondjuk az előző azt, hogy nem tudsz támadni, az szóval amúgy így vakvezet világtalan volt. Körülbelül. Én nem mehettem, te nem támadtad. Igen, én nem ölhettem, csak... Igen. Oké, na, figyelj. Az de jól te most bebújsz egy bokorba. Ott élem. De várjál, a boxokat se szedheted le, csak a bokorból. Akkor azt ott fölül szed le. Vagy ott szembe. Az ott jó lesz. Az az enyém? Igen, az. Én meg leszedem ezt, így. Jó. Oké. Okay. Ezt nézd, én ügyes vagyok. De bokorból támadtál? Igen. Igen. Majd visszanézzem. Ezt nézd, én ügyes vagyok. Vigyázz, jönnek! Nem. Jaj, ne! Bújjál, te nem vagy ott, csak ha nagyon burok, közel jönnek. Aha, nagyon közel, most! Ájjaj. Valamit belelőtte, ajja, észrevett. Én meg Gyere közel! Jaj, nagyon kevés életem van. Ne hajj meg! Én próbálkozom, de ez így nem játszik! Nincs túl nagy szerencség, maradjunk annyiba. Ezt próbáljuk már meg még jó, egyszer, ez menni fog. Ez működőképes. Lehet, csak lehet. Egyből sokkal erősebbek ránk jöttek. Még nem voltunk készen állva, én azt gondolom. Nem, pont csak ennyi. Amúgy ez easy, de pontosan, igen. Jó, ott beszedem. Te meg bújjál egy bokorba, az úgy jó. Hát jó. Én meg, akkor én nem meg. Menj csatába. Várj, ide jövök ebbe a bokorba. Aha, jó. Majdnem. Azzal mindjárt meg kell lőszni. Igen. Más is jön. Nagyon rossz itt jó, egyből el kell használnom a franc egyen, meg is nem. Hát én meg ide jövök, mert ez itt bújik a bukorba. Ó, nagyon bukorba. Szép, gyönyörű! Oké. Okay. Jó. Jó. Na. Jó. Ez jól na, néz ki ez a meccs. Az is ott van a bukor. Miért azt mondom, hogy bukor? Nem tudom. Nem igaz, bokor! Jó. Na figyelj, meg vagyunk. Hey, figyelj, ez mit dobál ide, he? Ez. Krámát és még ilyen izért is tud, falat is tud csinálni, és ahol nem tudunk átmenni. Az jó, az a Mortisnak rá kell menni, az ugye, vigyázz onnan, mert... az jó. Jó, om csak. Jó, segítek. Szuper, el kell használnom, nem tudtam. Én használtam a szupert. Nem használtad. Jön utánam a kapás. Azt megölöd. Hát jó, meg is öltem. Szuper, én kicsit másképp vagyok. Nem használtam. Nagyon na, szép, már kettő. Megvagyunk. Jövök. Már nyertünk, ennyi. Ennyi, de most már meg kell nyerni. 14 cube. Az elég jó. Hol vannak? Nem tudom, én nem láttam. Gyilkosak lettek. Nice. Megnyertük. Na, ennyi. Még ilyet. Jó.
Ez jó volt. Ez jó volt. Ez nem volt annyira kemény ez a challenge. Nem volt egyszerű, de játszható volt. Figyelj, már én olyan boldog vagyok. De még hát ez amúgy nem volt kemény. Jó, az előzőhöz képest nem volt annyira kemény. Igen, hát ahhoz nem. Az kegyetlen. Na nézzük csak, mit kapsz akkor. Kíváncsi vagyok. Na, egy Penny. Penny, csak a mortároddal tudsz, ölhetsz. Na mi az a mortár? Hát a szuperedet, ha lerakod, akkor ez egy mortár, és csak az ölheti meg az ellenfeleket. Tehát legyengítheted, tölthetsz szupert, szedhetsz dobozt, de csak a mortárod ölhet. Várjál, melyik ez? Penny? Penny. Ilyen kalóz, ilyen... Megvan. Ezt nincs gadgetem úgyse, úgyhogy mindegy. Jó. Tehát csak a mortárod tud ölni. Az a lényeg. Igen. Na az enyém is nem öl, az enyém meg csak a pattanós támadásommal ölhetek. Úha. Na itt te fogsz dobozokat szedni, szólok. Jó, megyek dobozra, itt fenn, vagy melyikre megyek? Mindegy, menj, ami közelebb van. Én nem csináltok semmit. Szóval én támadhatok ellenfeleket, de nem ölhetem meg őket, csak az átpattanó kis tucommal. Na, ölts már be. Várj, ez, Jézusom, ez mit? Igen, ez ilyen lángszóró. Zöld. Ott a teppe. Csak nem kéne meghalni. Azt az eget! Jézusom! Miért se láttam még? Ez az a legújabb karakter. Nem, rag le mortát, rag le! Raktam! Gyerünk! Most ölhetem! Öld! Na! Gyenge! Megint. Igen, kicsit gyengék voltam. Mert gyengék voltam. Majdnem. Majdnem amúgy. Szerintem ezt megpróbáljuk még egyszer, én azt gondolom. Ez nem... Jó. Vigyázz! Majdnem megöltük. Jó, igen. Most ha eltalálom, az meghal. Az baj, tudni kell... Jó, megöltek egymást. Jövök. Jó, én ezt felszedem. Szerintem a célunk legyen az, hogy te próbálj szupert szerezni, és akkor azt lekempeljük, hogy ne szedjék szét a töretet. És mondjuk valahova ide lerakni majd, ahol most vagyunk. A bokorba kéne rakni? A bokorba, igen. Hát, ezt nem tudom garantálni, hogy sikerül. Jó, nem baj. Még négy csapat él, micsoda? Igen. Ez nem halt meg. De meghalt. Most akkor mit kell csinálni? Hát azt kéne, hogy belemész a füstbe. Vigyázok rád. Belemegyek, igen. Füstbe menter. Az. Nem baj, én figyelek rád. Aj, Gergő, hello. Hello. Hú, de rossz. Hú, de amúgy nem kellett volna messzire menjen, mert akkor összeszedhettük. Jó, mindegy, most már összeszedhettük volna. Miért nem mondtam? Most jutott eszembe. Ó, jaj. Én ezzel megölöm egy lövésből. Csak halljanak meg. Jó. Csak ne öld meg. Sebezd. Mondjuk sok életük van, szóval nem fognak. Jó, nem tudom. Jó! Most csak valami meg kéne ölni őket! Rakd le a töretet! Itt a töret! Új, rádobtad! Az baj! Gyerünk, töret! Meghaltam! Jó, a töretet szedik! Alig van életük! Igen! Hát az... Te nem ölheted meg? Nem! Jó! Az meghalt! Ez jó! Jó! Az baj, nem ölhetem meg! Megvárom, míg jön. De én is ölhetem meg, ha visszaérek! Hogy hal meg? Hát, várjunk, én pattanba jöhet! Te a töreteddel meg... Rakd le, gyengítsuk le! Ne, okay. Megöltem! Mindegy. Nem, nyertünk! Ez is nagy szám. Amúgy másodiknak kellett volna lenni, és elsők lettünk, igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez... Szerintem jó volt. Jó volt. Ez nagyon jó volt. Na, ez... Nem hittem volna. Én sem hittem amúgy... volna, de tök jól sikerült a végére. Igen. Na nézzük. Gergő. Pemet kaptál, és azt mondja, hogy nem gyógyíthatsz a képességeiddel, tehát nem szuper eszed kvázi. Tehát, okay. Hogy ha lenne Star Power-öd, akkor azzal is tudnál gyógyítani, de meg gondolom nincsen, ezért csak nem szuperezhetsz. Ennyi. És akkor én jövök igaz, egy... Tempting lesz, hogy megnyomjam a szuper. Igen. Én pedig Nitával is csak a medvével ölhetek, és amíg van medvém, addig nem támadhatok. Wow. Jó, te fogsz ölni. Előtte támadhat? Előtte támadhatok. Tehát én legyengítem, okay. Te megölöd, meg majd medvézek. Így ennyi. Lesz. Ennyi és... Mindenkit. Lehozzuk. Ó, azt jól lenne beszélni, igen. Húha, az 24. Azt ott majdnem meghalt. Meg nagyon szép! Jó, csak majdnem megnyomtam a izét. Majdnem? Vert. Igen, most már van, óvatosan. Elődözzé? Vigyázz! Azt az ege! Vigyázz! Ne! Gyerünk, medve! Jó, én elszaladtam. Ne, meghalt a medvém! Oh no. Figyelj, ha megvárjuk, mi megölik egymást. Szerintem várjuk meg. Igen. Ezt tudod, hogy vagy vele. Jó, hát már az... csak egy valakinek kell meghalnia. Oké. Okay. Ma. Nagyon jó. Ez mi? Az egy kis pingvin. Pingvin robot. Öld meg, Gergő! Öld meg! Nagyon jó! Na megint!
azt a mennyi minden szerint van. Szerint csak ne szuperez, ne szuperez. Ebbe belemehetek? Hát itt csúszol, csúszol, és kicsit, nagyon picit sebez. Úristen. Az baj, nem tudom mennyit sebzek. És ez baj? 2000, hát nem tudom, hogy megölöm-e. Most mind a kettőt megadom egy támadásba, az a baj. Várj, az a baj, hogy nekem nincs életem. Jó, nem baj. Jó, az egyiket meg tudom sebezni, úgyhogy nem hal meg. Annak nagyon kevés élete van! Jó? Jó! Ne! Én nem öletek! Várj, tankolom! Csak híleljen, mert akkor... Jó. Jó, még 7 másodperc, még 6. Jó. Még 5. Négy. Az baj, nem tudom feltölteni a szuperemet. Jó? Öld meg, Gergő! Tedd, amit tenni kell! Jó! Mi? Egy csepés! Hát, újra lehet! Ez az, let's go! Úristen! Jó! Micsoda a végjáték! Hát már nem is volt, igen! Hú! Azt kemény volt, kemény volt! Ú, 500 kupás volt a karakter! Akkor nem is volt annyira kis kupás! Térd meg nulla! Ennyi! Én felcsapok Brawl Stars ennyi, játék! Ennyi, ez nagyon jó volt amúgy! Tök mennyire megy volt. Már? Tök király volt, hát Gergő! Hát köszönöm szépen a... Én köszönöm a meghívást, nagyon király volt. Az, hogy itten részt vettél ebben a kis, jó kis videóban. Köszönöm szépen tényleg. Ha srácok, lányok, tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot. Gergő csatornája, ha esetleg valaki nem ismerné még Gergőt, akkor meg a... Leírásban! Igen, ott a csatornája, de szerintem ha Tuti Juice-ról hallottatok, akkor szerintem Gergő neve is, vagy fordítva. Ismerős. Várjál, pont múlt... Jaj, te nem voltál ott a videós találkozón, meséltem. Melyiken? Gyors sztori, belefér? Belefér. Jöttem ki az Osamból, és ott volt egy csávó meg egy csaj, kezükbe 4-4, vagy 2-2 Tutti Juice, és így valamiért azt hittem, hogy ismernek engem, mert ennyire öntelt vagyok, és oda mentem, azok, jaj, ti is Tutti Juice tisztok, hallod, úgy néztek rám. Azt se tudták, hogy ki vagyok, és nem értették, hogy miért megyek oda egy innivalóval kapcsolatban, így mosolyogtak, és így elkezdték eltolni a kosarukat. Nagyon ciki szituáció volt, úgyhogy ennyit erről. Túlnőtt rajtad. Igen. Hát már ugye nem csak te híreszteled, meg nem csak persze. lehet rendelni, hanem a boltokba is. Én nem csak az meglátja a polcon, az persze, kész, persze. Fogalmas nincs. Ennyi. Jó. Nézők, nektek mondom még, hogy ha szeretnétek, hogy Gergő Brawl Stars videót csinál a saját csatornán, rohamozzátok meg őt nyugodtan. Szereti nagyon. Biztos vagyok benne. Ha szeretnéd, nagyon szívesen segítek bármiben egyébként. Jó, Brawl Stars-a kapcsolatban, ehhez értek. Úgyhogy itt nagyon szívesen, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, ezt a challenge szerintem jól sikerült, én azt gondolom. Nagyon jól sikerült, mi az, hogy jól sikerült? Hát zsenik voltunk. Ennyi. Úgyhogy, srácok, ha tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, a Zsomackurot ne felejtjétek Brawl Stars-ban, ha esetleg vásároltok valamit, és találkozzunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!